Na, sziasztok! Ez egyfajta ilyen értékelő videó lesz. Összeszedtem a gondolataimat, és megpróbálok egy teljes egész képet adni így az Elden Ringről, ez alatt a, ennek a pár végigjátszásnak a távlatából, amit így mostanában nyomtam le. Ebbe természetesen minden személyes tapasztalat benne lesz, tehát ez konkrétan csak az én véleményem, nem feltétlen kell vele egyet érteni. Meghallgatod aztán, hogy ezzel az információval mit kezdesz, egyet értesz, nem értesz egyet, leírod, vagy esetleg elküldesz melegebb éghajlatra azért, mert nem azt mondom, amit hallani szerettél volna, az már csak és kizárólag rajtad áll. Ebben minden olyan dolog benne lesz, amit én az elmúlt pár végigjátszásat tapasztaltam, legyen az akár pozitív, akár negatív dolog, és előtte tekintsünk egy kicsikét az NG pluszra és az azutáni végigjátszásokra. Én azzal kezdeném, hogy mielőtt átmentek NG pluszra, farmoljatok egy nagy adag rúnát és költsétek el kövekre, ugyanis szinte biztos, hogy bele fogtok esni abba, hogy New Game Plus-on új fegyvert akartok majd elkezdeni húzni. Esetleg ki akartok próbálni új dolgokat, vagy nem tudom ilyen miért ne alapon. Mert ugye New Game Plus-on az összes kulcsfontosságú tárgy elveszik, ebbe beleértjük a bell bearingeket is, amik nélkül nem fogsz tudni köveket venni. Szóval tankolj föl, farmolj Mogwin Palace-ben, ha megvan hozzá a Sacred Relic Sword, akkor rohadt könnyű dolgod lesz, ahogy ez a videóban is látható. Magáról a New Game Plus-ról, hát nem igazán tudom, hogy mit mondhatnék róla, a standard sivár Souls New Game Plus konkrétan. Semmi nem változik, a nehézség az nagyon-nagyon minimálisan nő, a loot ugyanaz, az ellenfelek nem változnak, nincs új moveset, semmi, illetve még a karakterfejlesztés és kulcsfontosságú itemeket se cserélték le nagyobb rúnákra, ergo azokat sincs értelme felszedni. Se a Sacred Tear-eket, se a Golden Seed-eket és a kis rejtét adó tornyocskákat sincs értelme újra átkutatni, ugyanis a Memory Stone tartalmazó ládák üresek. De cserébe legalább egy spiritesből ugyanabból el tudsz tárolni 600 darabot, hogy ennek mégis mi a bré értelme van, azt senki nem tudja. Oda is jó lett volna berakni mondjuk valami nagyobb rúnát, de így legalább akkor New Game Plus-on tudsz szelektálni. De tényleg az a baj, hogy egyszerűen ha New Game Plus azol, akkor hogy is mondjam így, kicsikét lankadni fog azért az érdeklődés így szerintem a játék iránt, tehát hogy már a felfedezés élménye se nagyon van meg, tekintve, hogy a térképdarabok azok megmaradnak, ergo minden ott lesz előre, az eddig felfedezett katakombák meg minden egyéb cuccok is ott lesznek, csak a Grace nem lesz hozzá megnyitva, de attól függetlenül ezt egyébként sok helyről hallottam már, rengeteg ismerőstől is, hogy az újdonság varázsa ezzel a játékkal kapcsolatban nagyon-nagyon hamar el tud múlni, nagyon-nagyon sokan ráunnak hamar. Nálam ez ilyen kicsikét így ingadozott, leginkább tényleg amikor a New Game Plus-os karaktert vittem tovább, akkor volt ez megfigyelhető, de azóta természetesen kezdtem újat, van egy másik strength-es karakter is, amivel már kivittem azóta a játékot, illetve most kezdtem egy ilyen int alapút, azzal kísérletezgettem, hogy ott közelharcban miket lehet csinálni az elején, ott tartok most körülbelül ilyen early mid-game szinten, most jön Kaylee-t. Mielőtt belekezdek az értékelésbe, előtte szeretnék kitekinteni így az általánosabb, nagyobb képre, amit én gondolok a játékról. Annak ellenére, hogy garantáltan be fogja zsebelni az évjáték a díjat, abszolút egy sikersztoria cucc, és tényleg a Fromnak ez egy új, nagy, következő szint, és megvan benne a potenciál tényleg, hogy valami igazán különleges legyen, de természetesen ez nem megy ilyen könnyen, ahhoz ezt a játékot patchelni kell tovább, aminek részemről csak az a gondja, hogy rohadtul nem bízok bennük, konkrétan semennyire, ugyanis az eddigi címekkel folytatott politikájuk az nem azt támasztotta alá. Tehát mindig volt pár patch, azután meg így félre lett baszva a játék, a benne lévő bugok azok meg így ott maradtak aztán csá. Én úgy érzem, hogy elsőre ez a játék egy kicsikét, mintha túl nagy falat lett volna nekik. Nem tudom, hogy endgame-re a kreativitásuk fogyott el, vagy inkább a projektre szánt pénz, az is lehet, hogy mindkettő, de Leyndell után én határozottan érzem, hogy a színvonal a látványos bosszok és a helyszínek ellenére is így drasztikusan elkezdett csökkenni. Egyszerűen kicsikét olyan vontatottá és unalmassá válik az egész. Nagyon-nagyon sok a repetitív dolog, az endgame az meg személyes véleményem róla, hogy egy nettó szardömping, hogy konkrétan Godfrey-tól kezdve az összes boss egy kaptafára épül, de ezeket majd egy kicsikét később részletezem, és ott nem azt érzem, hogy hú, de király, hogy egy final boss-szal küzdhetek, hanem hogy elalszok gyerekek, essünk túl az egészen, aztán húzzunk a picsába körülbelül. Konkrétan azt érzem, hogy le lett fejlesztve a világ, Martin Bapa szépen ellátott minket a sztorival, meg a karakterekkel,
a sztori bosszok azok kaptak egy minimális törődést, és kész, utána kifulladtunk. Jó, nyilván azért azt hozzá kell tenni, hogy most náluk valószínűleg rohadt nagy lehet a fejetlenség, így, hogy release előtt nem sokkal ütötte fel a fejét az az online probléma, leginkább PC-n, hogy beinvédeltek, és az invader random így hozzáfért a gépeden a PowerShell-hez, meg ilyenek, az meg azért egy elég nagy vészvillogó. És nyilván itt a kisebbik rossz történt, hogy release előtt ütötte fel a fejét az a probléma, mert most képzeljük el a másik utat, hogy kirelízelik a játékot, úgyhogy az Eldennek a szerverei ugyanarra épülnek, mint a Dark 3-é. Utána felüti a fejét a probléma, és akkor nem csak a korábbi címeknek, hanem a új, friss, forró játékunknak is a szervereit le kellett volna lőni. Tehát teljesen meg tudom érteni így azt, hogy a korábbi címeket úgymond beáldozzuk az újért, ez abszolút egy észszerű döntés, és én is így csináltam volna. Viszont, hogyha ekkora, ennyire fölborult a szaros vödör, akkor nem lett volna jobb ötlet egy kicsikét? Csak ha már amúgy is el lett csúsztatva a release egy hónappal. Nem lett volna jobb ötlet esetleg egy olyan jó 3-4 hónappal elcsúsztatni? Így utólag visszagondolva én azt gondolom, hogy szerintem ez egy jobb döntés lett volna. Pláne, hogyha azt nézzük, hogy a utóbbi pár patchben milyen bugok fordultak elő, meg ilyesmi. Na mindegy. Kezdjük akkor a pozitívumokkal. Szóba hoztam így a világot az elején, akkor most már menjünk tovább ezzel. Én azt gondolom, hogy lehetnek olyan kisebb területek, amiket mondjuk utálsz, lásd például nálam Lake of Rot, attól függetlenül azt viszont mindenkinek el kell ismernie, hogy amit így elénk raktak, az kifogástalan tényleg ez a nagyvilág. És hogyha a fejlesztésnek a fejlesztési időnek a nagy része erre ment el, akkor én erre abszolút az áldásomat adom. Tehát tényleg a új kihívás volt nekik nyilván az open world-os cucc, hogy ekkora világot kell lefejleszteni, és szerintem ebben magasan felülmúlták a várakozásokat abszolút, tehát hogy nagy gyönyörű világ, konzisztensen összekapcsolódó helyszínekkel, igazából semmi korlátozás nincsen, mehetsz amerre akarsz, ezzel tökéletesen beledolgozzuk az eredeti szószos élményt is. Ha viszont lekorlátozzuk a Legacy Dungeon-ökre, Erge, Stormvale Castle, Crumbling Farum Azula vagy ilyesmi, egytől egyik hibátlan az összes. Komplex pálya design, több szint, shortcutok meg minden, tehát Én egyszerűen tényleg, még hogyha nagyon-nagyon bele is akarnék kötni, egyszerűen semmi fogást nem találok rajta, amiben bele lehetne. Tehát a világ az szerintem kiváló. Plusz ugye a föld alatti szint is meg minden. Hát én majdnem teleszartam a széket, amikor elsőre megláttam, hogy anyás, komoly. Meg még ugye ez hozzájönnek a napszakok is, ott is a plusz előbukkanó ellenfelek. Abszolút, abszolút jó, szép munka lett az egész tényleg le a kalappal ezzel kapcsolatban. Meg ugye ott van a lore is. Egyszerűen én itt azt érzem, hogy van valami plusz dolog, ami miatt nekem az Eldennek a lore-ja jobban tetszik, mint az előző részek. És nem arra kell itt gondolni, hogy most ez az új játék, és akkor ez még friss és emiatt. Egyszerűen tényleg van benne valami plusz. Most ez nem tudom, hogy amiatt, hogy tényleg ilyen minimális trónokharcás cucc is van benne, ugye Martin révén, hogy több karakterhez lehet kötődni, vagy az, hogy a Tulumit azt egy kicsikét itt is behozták. Egyszerűen valami miatt nekem ennek a játéknak a sztoria jobban tetszik. Egyelőre nem tudok rájönni, hogy miért, de folyamatosan keresem rá a választ. A világnak ez a fajta nyitottsága engedi meg azt is, hogy egy kicsikét lazábban értelmezzük az NPC questeket is. Én azt vettem észre, hogy egyetlen egy ilyen pont van tényleg, ami után már nem nagyon tudsz haladni semmivel, de az eléggé endgame-ben van, hogy a Crumbling Farum Azulának a végén, onnantól kezdve, hogy legyőzöd Maliketet és szabadjára engeded a halál rúnáját, utána már szerintem nem nagyon fogsz tudni befejezni semmiféle NPC questet, de addig tényleg bármelyikkel haladhatsz, nem igazán vannak ilyen kifejezetten bossokhoz, meg helyszínekhez kötve, hogy hogyha ezután mész hozzá, akkor már mit tudom én, nem tudsz haladni, stb. Tehát ez is egy abszolút pozitívum még ide kapcsolva. Ami a harcrendszert illeti. Kifejezetten tetszik, hogy a Sekiroból átnyúlt jó dolgoknak a hatására van a játékba végre egy értelmes fizika. Guggolás, ugrás, az, hogy az ugrást fight közben lehet értelmesen használni, rengeteg EU-t át lehet ugrálni, persze erre magadtól, pláne ha még Sekiros tapasztalatot sincsen, akkor nem biztos, hogy olyan könnyen rájössz, de nagyon faszán működik tényleg azelőtt is le a kalappal. Az, hogy egy kicsikét a támadások azok így finom hangolva lettek, nem olyan darabos, mint az előző részekbe, illetve az, hogy bevezették ezt az úgynevezett stance damage-et, bár nem tudom, hogy miért nevezték át, nyugodtan hagyhatták volna posture-nek, mint a Sekiroba. Ugye az a lényege, hogy áttörsz egy bizonyos
határt a bosszon, akkor összerogyik, és tudod kritikálozni. Ezt ugye korábban csak Perryvel lehetett megcsinálni, azon kívül meg nyomkodtad az R1-et, mint a meszes, vagy az L1-et, hogyha power stance-eltél, és ennyiből állt a fight, totálisan egysíkú volt. Itt ez a játékstílus még mindig megengedett, abszolút ez is egy módi, hogyha mondjuk, mit tudom én, van egy dupla katonád, vagy egy dupla görbekardod, ott nyilván csak a bevitt damage fog számítani, meg a mondjuk a különféle status élmenteknek a beadása, azonban ha össze is akarod rogyasztani a bosst, és kritikálozni akarod, akkor ahhoz olyan támadásokat kell csinálnod, amelyek kifejezetten erre a stance damage-re fókuszálnak. Lásd bizonyos esofórok. Ugrós heavy támadás, charge-olt heavy támadás, meg úgy általánosságban heavy támadás. Tehát jó, hogy ilyen szépen rétegelve lett a fight, és nem csak az van, mint korábban, hogy R1 spam vagy parry. Az meg, hogy a fegyverhez való affinity hozzárendelést, hogy mire szkéleljen a fegyver, milyen sebzést csináljon meg ilyesmi, hogy ezt az Ash of War-okon keresztül lehet elérni, az meg nettó zseniális, gyerekek. Szerintem sose volt ez még ennyire ilyen könnyen megvalósítható, hogy csak leülsz egy checkpointhoz, pikpak átvariálod a fegyvert egy másik Ash of War-ral egy másik szituációra. Hogy mondjuk a, mit tudom én, jelenlegi bánya az olyan lesz, hogy az ellenfelek az elementális sebzésre érzékenyek, puk, Ash of War csere, azt annyi. Vagy hogyha már a Wetblade key itemek azok megvannak, akkor az ilyen alap szürkés hátterű Ash of War-okra szinte mindent rá lehet rakni, tehát nem kell konkrétan mondjuk egy magic-es Ash of War a későbbiekben már ahhoz, hogy Magic Affinity tudjál a fegyverhez rakni. Szerintem ez rohadt jó. Majd ebbe egy kicsikét részletesebben belemegyek a kövi végigjátszásnak az elejébe. De egy a lényeg, hogy konkrétan a buildelés az soha nem volt még ennyire a csúcson, de tényleg. Nagyon-nagyon sok életképes variáció van. Jók a status élmentek, meg minden. Egyszerűen tényleg ezzel kapcsolatban is egy rossz szó nem lehet, de tényleg. Illetve visszahozták a passzív poiszt, ami leginkább a Dark Souls 1-re volt jellemző. Itt egy kicsikét kikacsintok a PvP-re is, mert én úgy gondolom, hogy masszívan az alapját szolgáltatja. Ugye a Dark 1-es Fostenger, az ottani PvP, ott leginkább az határozta meg, hogy kinek van több poiza, mehet az R1 spam nagy poizzal, a backstab phishing, meg minden egyéb ilyesmi. Ezt ugye a Dark 3 elég szépen felülírta azzal, hogy a poiz az ott csak egy szám, leginkább tényleg a Hyper Armor, hogy nem tudnak megszakítani, az az adott fegyver típustól fog függeni, de ettől függetlenül te lehettél Havel páncélba egy patkány bármikor megszakított. Ez adott végül is valamilyen fajta rendszer, tehát PvE szempontjából idegesítő lehetett, hogy akkor minek hordasz Heavy Armort, ha minden meg tudsz szakítani. PvP-ben viszont nem csak a nettó spam volt, hanem tényleg bejöttek ugye ezek a true kombók is, amikor nyomsz mondjuk egy sima támadást és utána a weapon artot, vagy például ez a két hites stunlock is, hogy ugye a harmadikot utána pedig már keresztül tudod tankolni, vagy megcsinálhatod azt mondjuk egy straight sword esetében, hogy beszívod az első két ütést, hagyj higgye a gyökér az, hogy tudsz pemelni, majd beleperrizzel a harmadikba, vagy ilyesmi. Nem tudok még olyan sokat itt mondani a PvP-vel kapcsolatban, de én itt úgy vettem észre, hogy ennek a kettő megvalósításnak kapunk egy ilyen fura mixét, hogy lehet azért true kombózni is valamilyen szinten, illetve van passzív poiz, és én ezt azzal kapcsolatban vettem észre, hogy például Greatsworddal, Ultra Greatsworddal nem fogsz tudni kettőt ráütni egy NPC-re vagy egy másik játékosra, ki fog tudni belőle gurulni. Szóval majd ez még a jövőbe biztos, hogy fog változni, majd még nem ástam bele magam annyira a PvP-be, de nem állok negatívan hozzá ehhez a hibrid megoldáshoz, hogy őszinte legyek. Na jöjjenek akkor a negatívumok. Van egy olyan érzésem, hogy egy kicsikét föl fogom ezzel rúgni a szaros vödröt, és meg fogok sérteni egy-két embert, de megmondom őszintén, hidegen hagy, és nem fogok érte bocsánatot kérni. Ugyanis ez már régóta gyűlik bennem. Nem is igazából magukkal a negatívumokkal van a gond, hanem inkább azzal, hogyha te ezeket kimondod, akkor erre milyen szintű ilyen boszorkányüldözés indul ellened. Ezzel most arra akarok kiukadni, akár az egész globális, akár csak a magyar közösség szintjén, de akár még az én portálon is felfedezhető volt ez, hogy én mondhatok akármit egyébként, tényleg akármit. Ha az a vélemény az nem az lesz, hogy szarásig nyálazza a játékot, hogy ez tökéletes, minden csak az én hibám, és mindenbe egyetértek a fejlesztőkkel, akkor már egyből betalálnak az ilyen elitista, snowflake, szektás, elvakult vért fanok a harmadgyengre, nem is tudom, idézőjeles. Jó van, nevezzük érveknek, nem tudok rá jobb szót találni sajnos. Mondok egy eléggé különc példát, de attól függetlenül beleillik ez is.
Ott van például a magyar IGN esete. Nagyon sok mindenért lehet őket gyűlölni, meg utálni, meg minden ilyesmi, de pont azért, mert ők nem 10/10-et adtak erre a játékra. Szánalom a köbön, komolyan mondom. Én egyáltalán nem akarok az ilyen fanoknak a fejébe belelátni, mert nem akarok én is összeszedni valami maradandó agykárosulást, de az szerintem elég, hogyha mindenki tudja, hogy ezeket az embereket körülbelül egy szinten kezelem a lapos földhívőkkel, és azt szerintem evidens, hogy az nagyon lent van. De igazából jó lenne egyébként, hogyha most ezt a szeretjük vagy nem szeretjük az Elden Ringet, ezt nem ilyen fekete-fehéren látná senki. Tehát, hogy nem ez a két véglet van, hogy utálom a játékot és gyűlölöm és minden egyes részét is utálom és soha nem játszok vele, vagy 5 perc után letettem és azután nem játszok vele soha, vagy az, hogy szeretjük, ergo mindene tökéletes. Tehát ez nem így működik, gyerekek, egyáltalán nem. Ott vannak például azok a negatívumok, amiket én kiemeltem az egész végig játszás alatt többször is. Például a Sekiroból áthozott heal trigger, ami konkrétan nyilvánvalóan úgy működik, hogy a boss input read-el. Tök mindegy, hogy mennyire szaladsz messzire, mivel eléggé választékos movesettel vannak ellátva a bossok, már amikor nem az AoE spam megy. Ha messze vagy, akkor az egész pályáról neked ugrást csinálja. Röviden annyi, hogy input read-el. Amikor healelsz, akkor fog támadni, és szerintem ez egy hihetetlenül olcsó szar megoldás. A Sekiroba még azért ment el, mert ott nem csinálta feltétlen minden boss ugyanezt, és ott a te reakcióidőd is jobb volt. Itt pedig egy autista Alzheimer-es vénasszonyéval van egy szinten körülbelül. Pláne, hogy még azt se lehet megcsinálni, mint a Dark 3-ban, hogy a healnek a végét, illetve a földről való felkelés animációját félbe lehet szakítani dodge-al. Nem. Tehát a te karakterednek a reakcióidője, illetve az ellenfeleknek a reakció ideje, hogy mennyire de 400 IQ-val gondolkoznak, egyszerűen rohadtul, de nincsen egy szinten. Vagy például az, hogy az Area of Effect, rövidítve AoE támadásokat, sikerült, ezek korábban ugye viszonylag különleges és ritka támadásoknak számítottak. Ezt az Elden Ring sikeresen leredukálta egy ilyen konstans ismétlődő fos, unalmas szarrá lényegében, meg ott vannak a hitboxok, amelyek az első rész óta is, ha nem a konstans szar, de akkor is a minimum megkérdőjelezhető szinten mozog. Tehát, hogyha nekem valaki ilyen fasságokkal mer ideállítani, hogy a hitbox rendszer igenis geci jó, az vagy kezdő, vagy csak egyszerűen nem meri elfogadni, hogy a kis játéka, ami nélkül nincs identitása, az csak a fejében tökéletes és máshol nem. Vagy ott van például a két másik eset, amit a leginkább felemlegettem, hogy például a leginkább, hogyha lóval ugrasz, akkor a magasságnak a kiszámítása valami elképesztően fura módon működik. Rengetegszer tapasztaltam azt, hogy egy adott magasságból leesek, megúszom sérülés nélkül. Az előző magasságnál jóval kevésbé magasról leesek, és meghalok. Tehát, hogy abszolút egy inkonzisztens, faszom bughalmaznak érzem néha az egészet, vagy ott van a másik, az eltárolt rollnak az esete. Ez továbbra is egy létező probléma, én ezt nem kitalálom. Játszottam idáig az összes résszel, és egyikben sem volt ilyen, elmagyarázom, a dodge-nak két állapota van. Az, amikor sikerül, örülünk, nagyon fasza. Vagy az, amikor nem sikerül, ez történhet mondjuk abból kifolyólag is, hogy dodge-olsz, és a gurulásnak a végén, azaz roll catch-el az ellenfél, teljesen normális, vagy az is előfordulhat, hogy nyomod a dodge-nak az inputját, ez az én kontrolleremen a kör. Megnyomom, de már későn, az animáció már nem tud megtörténni, mert közben az ellenfél betalál, teljesen oké, és elbasztam az én saram. Na de, hogy ezzel a dodge inputtal mit csinál a játék, az a nem mindegy, normál esetben ezt el kéne dobni, elvégre meghiúsult az a dodge, cserébe az Elden Ring eltárolja. Tehát tényleg, nyomom a kört, már nem történik meg az animáció, mert megszakít a boss, de cserébe a játék eltárolja, és amint felszabadul a karakterem, dodge-ol egyet magától. Illetve van még egy érdekes hiba, ami így nálam még nem igazán fordult elő, de már több embernél láttam. Például azt hiszem Bátki Attilának is van erről egy klipje, ha nézed a videót, akkor nyugodtan belinkelheted, bátya, köszi. Leginkább az olyan bossoknál fordul elő, akiknél van valamiféle fészváltás. Talán Maliketet és Gottfried tudnám a két legjobb példának felsorolni. Ugye a Beast Clergymannek is van egy olyan támadása, hogy maga körül felemel több követ. Illetve Godfreynak is itt van ez a egész pályán keresztbe kondens csíkot húzó exces taposás. Hogyha ezt akkor csinálja, amikor megtörténik a cutscene és a fészváltás, akkor úgy kezdődik a kövi fész, hogy az előző fészből maradt támadás az ott még be fog találni. És azért ez kurva idegesítő, hogy ugye téged is újra pozícionál a játék a kezdőpontra,
az új fésznél, meg a boss-t is, és akkor cserébe még az előző fészből elér téged egy támadás, és konkrétan meghalsz totál önhibádon kívül. Csodálatos, nem? Na, tehát akkor az evidens, hogy szeretjük a játékot, ez oké, ez teljesen rendben van, de attól függetlenül, hogyha jön egy kicsikét másabb vélemény, ami így átpenetrálja a kis rózsaszín boldogság buborékodat, nem feltétlenül azt kéne csinálni, hogy kormánypárti kis nyugdíjasokat megszégyenítő agresszióval tapadsz rá a billentyűzetre, hogy bizonyítsad, hogy már pedig neked van igazad, és ez a játék tökéletes, hanem inkább föl kéne nőni, és belegondolni abba, hogy egy kicsikét másabb vélemények is vannak. Szerintem ezt zárjuk is le ennyivel. Inkább akkor rátérek arra, hogy a következő végigjátszás az így, hogy meg mint lesz. Nekem most jelenleg 4 build ötletem is van, majd nem sokára kirakok egy szavazást erről, aztán egy pár napig eldönthetitek, hogy melyik menjen először, az összesre sor fog kerülni, és nem fog mindegyik végigjátszás ilyen sokáig tartani, mint ez. Ennek ez volt az egyedisége, hogy első alkalom, oké, magamtól csináltam a nagyját, mert egy first play-nek továbbra is ez lenne a lényege, de a későbbiekben akkor ez változni fog, tehát például a katakombákat nem fogom egytől egyig mutogatni mindet, illetve egy kicsikét tömöríteni is fogom, hogy most már nem az lesz, hogy ilyen egy másfél órányi részeket fogok, tehát amennyit én így leülök játszani és rögzítek, nem egy másfél órányi rész lesz így beletömörítve egy részre, hanem inkább leülök ilyen 3-3 és fél órára játszani, és abból csinálok majd egy ilyen 1 óra 10 perces izét, tehát hogy sokkal jobban lesz vágva tényleg. Ráfókuszálunk az NPC questekre és a Legacy Dungeonökre is, tehát mondom ilyen Stormveil Castle, meg ilyesmi, aki esetleg nincs tisztában ezzel a fogalommal, hogy mi az a Legacy Dungeon, az nézzen utána. És úgy nagyjából ennyit szerettem volna kezdésnek. Egy Strength Build az mindenféleképpen lesz majd, mondom, inkább most csak azért felsorolom őket, de végsősorban ezt most ti fogjátok eldönteni, hogy melyik lesz legelőbb. Terveztem egy Strength Buildet. Gondolkoztam, hogy Fate-tel kombinálom, de aztán megtetszett pár olyan fegyver, aminek van valami minimális intelligence követelménye is, szóval azt inkább akkor elvinném olyan irányba, hogy strength, mellé egy kis intelligence olyan 20-25-ös szinten köbö, akkor arcane, az fújó lesz, az egyik kedvencem, azt nagyon várom már, elvinni olyan irányba, hogy a arcane szkélelési fegyverek, mint a Reduvia, meg a Bloody Helis, és akkor mellé occult infuse, az durva lesz. Tehát, hogyha aki az eddigi buildbe hitte azt, hogy ez bleed build volt, akkor itt el fog ázni konkrétan. Illetve ne lenne egy intes is, ahol elsősorban ugyanúgy inkább a közelharc lenne előtérbe, tehát inkább arra rámenni, hogy olyan fegyverekkel viszem végig a játékot, aminek elsődlegesen intelligence scalingje van, lásd Moon Veil, lásd Wing of Astel, Bastard Stars, Dark Moon Sword, meg ilyenek, tehát majd fogok ebbe is mutatni. Illetve a Fate-tel kapcsolatban is ugyanez, Blasphemous Blade, Envoy's Longhorn, illetve különböző esoforokkal módosított scalingű alapabb fegyverek, lásd Flame Art, lásd Lightning, lásd Holy, tehát hogyha alapabb fegyverekkel nyomulsz, akkor is van azon az úton is például háromféle elementális sebzésed kapásból. Na de ez akkor még a jövő zenéje. Én ki is rakom szerintem a szavazást, aztán akkor majd találkozunk a következő végigjátszással, és bármiféle ilyen kezdő related témákat is inkább akkor ott fogok feszegetni, mert így is nagyon elhúztam most ezt a videót, addig is szeretném megköszönni a figyelmet, sziasztok!